A Székesegyház déli falán egy dombormű emlékeztet Boldog IV. Károlyra és a 19. gyalogezred katonáinak hősiességére. Az emlékezés és tisztelet virágainak elhelyezését követően nyílt meg a Triangulum galériában a Fiat Voluntas Tua című kiállítás. Az utolsó magyar apostoli király alig 2 évig uralkodott. Életének utolsó hónapjait örökítette meg egy portugál fotográfus Manuel de Olim Perestrello Madeira szigetén. Az első teremben a királyi párnak a megérkezését követhetjük végig. Itt a mögöttem lévő 4-es tércikkelyekben tematikusan és időrendben helyeztük el ezeket a fotókat. Illetve a teremben körben pedig a temetési menetről készült felvételeket láthatjuk. Ez tulajdonképpen mint egyetlen szekvencia járható így körbe ebben a kiállítási térben. És ezt a temetési menet, hát nem csak hangulatát, hanem magát az egész megrendültséget szeretnénk valahogy hangsúlyosá tenni a második teremben kiállított létrával. Abban a teremben csak Kányádi Sándornak egyetlen verse olvasható körben a falakon, és ez veszi körbe azt a létrát, amelyen Károly király ravatalát láthatjuk, az arról készült fényképeket, illetve a Boldog Elvatásnak azt a képmontázsát, amit szintén ehhez a kiállításhoz kaptunk. A királyi pár a második sikertelen visszatérési kísérlet után 1921. november 19-én érkezett meg a Portugáliához tartozó szigetre. A gyermekek következő év februárjában követték szüleiket. IV. Károly 1922. április 1-én halt meg, temetését április 5-én tartották. Holteste azóta is a funchali székesegyházban nyugszik. Tudja mérlegelni a kegyelem fényénél azt az élethelyzetet, amiben van. IV. Károly a nagy háború második évében, 1916-ban foglalt el az osztrák-magyar monarchia trónjait. Hiába tett meg mindent a békért, a szemben álló felek érdeke a háború folytatása volt. IV. Károly a száműzetés nehézségeiben sem távolodott el Istentől. Mindegyikünk akármilyen élethelyzetben, akármilyen életszituációban telik a napjaink, ez a legfontosabb, hogy a Jóistennel való kapcsolatunk mindig tiszta legyen. Emberekben csalódhatunk, történelmi helyzetekben nehézségeink adódhatnak, de hogyha ez az igaz kapcsolat, kontakt megvan az életünkben, akkor nem tudunk elveszni. Harmincnégy évesen távol szülőföldjétől érte a halál. Szenvedéseit felajánlotta a békéért és nemzeteiért, hogy azok egymásra találjanak. 2004. október 3-án avatta boldoggá Szent II. János Pál pápa. Szenvedélyesen szerette, mint hallottuk, nem csak a családját, hanem Magyarországot is, ezért üzen minden magyarnak, hogy a mai világban erre föltétlenül nagy szükség van, hiszen amikor azt tapasztaljuk, hogy a világ egy hatalmas átalakuláson megy keresztül, ilyenkor a nemzetállamokban élni mindig kihívás, és ezeket az országokat megőrizni, megtartani, ez csak nagy szenvedéllyel és nagy-nagy szeretettel történhet. De azt gondolom, hogy minden kereszténynek is üzen, hiszen éppen az ő élettörténete számkivetésbe kellett, hogy kerüljön népes családjával, és ebben az élethelyzetben is tudott Istenről nem elfeledkezni, nem Isten ellen lázadni, hanem még nagyobb odaadással, még nagyobb elköteleződéssel élni a krisztusi evangélium értékrendjét és családját Isten szeretetében nevelni. A kiállítás megnyitóján a zárszót IV. Károly unokája mondta.
Ő édesapja Otto főherceg emlékeit idézte fel, ugyan a számüzetésben anyagi nehézségek és számtalan bizonytalanság terhelte életüket, mégis jó szívvel emlékezett vissza, hiszen a család békében és szeretetben élt együtt. A nagyapám hihetetlen sokat tett, és szintén sokan mondanak, hogy neki nem sikerült a legfontosabb cél elérni, ez az a béke, hogy vége lenne az első világháború. De hát amikor látjuk, hogy mit tett és mit sikerült, milyen reformok lehet átvinni ebben a rövid időben, hát amikor ő császár és király lett, ez hihetetlen, és hát szintén ezt a bizalom, amit neki megvolt a hitben, hogy ő mindig próbált azt tenni, amit a Jóisten, amit ő gondolta, hogy a Jóisten tőle akarja. Boldog negyedik Károly liturgikus ünnepe október 21-én van. Ez azért különleges, mert az egyház általában a halálnak évfordulóján, mennyei születésnapján állítja példaképül a szentet, boldogot. Az utolsó magyar apostoli királyt azonban házasságkötésének napján ünnepelhetjük. Így viszont a példás házas életre hívja fel a figyelmünket, és arra is, hogy a szentté válás egyik kitüntetett útja a házasság.